A három indítvány közül végül kettő került napirendre. Az egyiket Szabó Loránd maga vonta vissza. A két napirenden lévő előterjesztést elutasította a közgyűlés. A dombóvári polgármester azt nyilatkozta, nem is számított másra. Az egyik indítvány a TOP pályázatok terület-specifikus mellékletének módosítási javaslata volt. Eddig 15 olyan felhívás jelent meg, amire a helyi önkormányzatok pályázatot nyújthatnak be. Az előterjesztés azt írja, a pályázati kiírásokban az áll, plusz 5 pont jár annak a településnek, amely a Duna vagy a Sió csatorna 20 kilométeres sávjában helyezkedik el. Láthatóan a megyei közgyűlés elnöke, az osztályvezetője ettől a témától nagyon ideges, hiszen nem tudják szakmailag alátámasztani, ahelyett, hogy bevallanák a hibájukat, és azt mondanák, hogy jó, ez a szempontrendszer akkor ki fog kerülni. Szabó Loránd szerint ez a szempontrendszer hátrányosan érinti azokat a településeket, amelyek nem az említett területeken helyezkednek el. Az indítványban azt is olvashatjuk, Tolna megye 109 településéből 68 az, amely a hátránnyal indulók kategóriájába esik. A mostani megyei közgyűlési állapotokra jellemző, hogy egy sajtótájékoztatót egy megyei közgyűlési tag az épület udvarán kell, hogy megtartson, hiszen a közgyűlés elnöke arra nem volt hajlandó, hogy egy helyiséget biztosítson, illetve tulajdonképpen most a közgyűlésen egy nagyon narcisztikus hozzászólásában kifejtette, hogy jövőben Dombóvár polgármestere tartózkodjon az ő hivatalához, és ne próbáljam tulajdonképpen terhelni az ő munkatársait, kollégáit. A másik javaslat, melyet a közgyűlés szintén elutasított, három TOP pályázathoz kapcsolódó foglalkoztatási megállapodások egyeztetéséről szólt. Mivel a pályázati kiírások tartalmaznak területi korlátozásokat és elvárásokat, így Szabó Loránd szerint ez megköveteli, hogy a megyei önkormányzat, a megyeszékhely és a járásközpontok egyeztetéseket folytassanak, mert ezzel elkerülhetővé válik, hogy ne legyenek területi átfedések a pályázatokban. Úgy látszik, a Fehérvári Tamás részéről már az is kifogást jelent, illetve nehezményezett dolog, hogyha Dombóvár polgármestere segítséget kér. Sajnálatos módon ebben az ügyben Keresei Márton, szintén Dombóvári pénzügybizottsági tag támogatja ebben az elvtelen dologban. A polgármester hozzátette. Ezek mind szakmai indítványok voltak, és a megyének az érdekét képviselték, de így is elutasításra találtak javaslatai.